Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. A jégkár az egyik legrosszabb dolog, ami egy autóssal történhet. Gondoljatok bele, mentek a pusztába, egyszer csak lecsap, nincs ahol egy benzinkút, ahova be lehetne állni, és megtörténik a baj. Vagy például leparkoltak a városban, bementek a munkahelyetekre, mire kiértek az autóhoz, hogy bármit tudnátok csinálni, már össze is verte, és nem tudtok mit kezdeni. De biztos az, hogy nem tudtok mit kezdeni? Most a jégkárról fogunk beszélni, mert eléggé durván szezonja van a jégesőnek, úgyhogy nyomjatok csengőt, lájkot, iratkozzatok fel, és már kezdünk is! Elsőre azt kell tisztázni, hogy mikor számíthatunk jégesőre, és hogy mi is az a jégeső. Leginkább tavasszal, kora nyári, meleg, füllett, párás napokon számíthatunk rá, ugyanis ilyenkor meglehetősen erős a feláramlás több kilométer magasságban. A felemelkedő levegő párás, és ahogy emelkedik, csökken a hőmérséklete, de mivel csökken a levegő hőmérséklete, egyre kevesebb párát tud tárolni, és amikor eléri a kritikus hőmérsékletet, vagyis a harmadpontot, a levegő pára tartalma kicsapódik. A kicsapódás kondenzációs magvakra történik, ilyen részecskékre csapódik ki a hó és az eső is. A jégeső abban különbözik, hogy ilyenkor nagyon kevés aeroszol van a levegőben, tehát kevés a hely, ahova a vízgőz ki tud kondenzálódni. Amikor egy jégszemcsék keletkeznek, a kondenzációs magok kristályszerkezete hasonlít a jégszemcsék kristályszerkezetére. Az ivatarfelhőkben magasan már nagyon hideg van, és mivel kevés a kondenzációs mag, amire a pára ki tud csapódni, a vízcseppek túlhőt állapotban vannak, és ha találkoznak egy részecskével, azonnal ráfagynak. Ha elég erős a feláramlás, és az ivatarfelhők mondjuk 10 km-es magasságba eljutnak, a jégszemcsék sok időt töltenek nagy magasságban, nagy hidegben, és nagyon meg tudnak hízni. Így, amikor lehullanak, nem olvadnak el, és nem esőként, hanem jégként érik el a felszínt. Tehát meleg idő, pára és instabil légkör, vagyis felfele haladva gyorsan csökkenő hőmérséklet kell neki, hogy ez megtörténjen. Itthon 1-2 centis jégszemcsék jellemzőek, de láttunk már dió vagy tojás méretűeket is. A legnagyobb, amit valaha regisztráltak a világon, az 4,3 kilós volt. Ott mondjuk mindegy, hogy az autónak a teteje acélból vagy vászonból van, az be fog jönni. Magyarországon amúgy Baranya megye a legveszélyeztetettebb régió, itt ezüstjodiddal védekeznek a jégképződés ellen, ez az agráriumnak is fontos, hiszen nem csak az autókat, de a termést is tönkre tudja tenni, valamint mondjuk az autógyárak, tehát akár Győr, akár Esztergom is fontos, hogy felkészüljön ezekre az esetekre, mert borzasztó nagy károkat képes okozni. De mit tehetünk? Az első és legfontosabb, oda kell figyelni. Ahogy arról szó volt, főleg tavasszal, nyár elején a forró párás napokon érdemes ránézni a meteorológiai oldalakra. Ezt a videót például június 22-én vesszük fel, az OMS 23-ára viharveszély miatt még piros riasztást is kiadhat, vagyis elég komoly esélye van szupercellák kialakulásának és a jégverésnek is. Vannak bizonyos applikációk, amiken akár riasztást is beállíthatunk ilyen időjárási körülményekre. Hogyha tudjuk, hogy jön a baj, ugye ennek azért vannak látható előjelei, felhők és szél, igyekezzünk az autóval beállni valahova, nyilván nem mindenkinek van garázsa, de törekedjünk valamilyen fedett helyre. Sokan gondolják úgy, hogy a fa felfoghatja a jeget, tehát ha beállunk egy fa alá, de érdemes elgondolkodni azon, hogy a jég az viszonylag ritkán jön vihar nélkül, és mondjuk egy fáról leszakadó faág a vihar következtében sokkal jobban be tudja verni a szélvédőt, mint a jég. Tehát hagyjuk a fát, hogyha valakinek a környékén van esetleg fedett parkolóház vagy mélygarázs, azt a pár ezer forintnyi parkolást, amíg a vihar elvonul, akár még meg is érheti, már persze, hogyha időben tudunk kapcsolni. Ha nincs esélyem erre, léteznek bélelt ponyvák, de sokan takaróval, szőnyeggel próbálkoznak. Most az, hogy ezek mennyire hatékonyak, azok mind azon múlnak, hogy éppen milyen jég jön, de az biztos, hogy az ilyen kisebb méretű jégdarabok ellen akár még hatásos is lehet. Arra kell odafigyelni, hogy jellemzően ugye vihar közben jön a jég, tehát ezeket valahogy rögzíteni kell. A jégverés elleni ponyváknak erre vannak hevederei, tehát azt nem fog elvinni a szél, de ha nekünk csak arra van esélyünk, hogy egy régi szőnyeget kihajítsunk az autóra, akár már ez is segítség lehet, azt is érdemes azért valahogy lekötözni, lefogatni, mert hogyha elviszi a szél, akkor az a halottnak a csók.
fontos, hogyha ilyenben gondolkodunk, akkor érdemes a tiszta autóra földobni a ponyvát vagy a takarót, hogy miközben ott lebegteti a szél, a kosz ne csessze össze a fényezést. És az is fontos, sokan elrontják, hogy úgy rögzítik ezeket a takarókat, hogy egész egyszerűen oda csípik valamelyik karosszéri elem alá, tehát kinyitják az ajtót és alácsukják. Ezt sem érdemes erőltetni, mert ahogy átázik a szövet, szépen be fogja vinni az utastérbe a vizet, ami aztán penészedik, meg büdös, meg rohaszt, meg minden baja van. Létezik például olyan esernyő, amit egy konzollal rögzítünk az autó tetején, vannak motoros változatok, ezek nyilván drágábbak, vannak, amit nekünk kell kinyitni kézzel, az a lényeg, hogyha ezek kinyílnak, akkor lefedik az autót felülről, és rögzíteni kell a kerekekhez, hogy ne vigye el a szél. Jellemzően amúgy a tetőre tapadó koronggal rögzül a konzol, amiből kinyílnak. Egészen sokat kibírnak, tehát a feladatát ellátja, viszont én 60-tól nagyjából 120 ezer forintig találtam ilyen eszközöket, de azt magunknak kell eldönteni, hogy megér-e ennyit a jégesőtől való védekezés. Aztán köthetünk biztosítást. A KGFB alapból nem tartalmazza, jellemzően kiegészítő biztosítást kell kötni. Operatőrünk Roland a 2-es fókuszára évi 13.900 forintért kötött ilyen kiegészítő biztosítást, amúgy a minikaszkót, ami tűz és jégkár ellen, valamint szélvédőt bevelő kavicsok ellen jelent védelmet. Ha van kaszkunk, abban az esetben is érdemes megvizsgálni a szerződést, hogy érvényes-e jégkára, mert ez sem egészen egyértelmű minden esetben. Ha megtörtént a baj, és van kaszkunk, akkor azonnal bejelentést kell tenni, mert a kárbejelentési határidőt a biztosítási feltételek meghagyják, ez többnyire amúgy 48 óra szokott lenni. A biztosító ki fog küldeni egy szakembert, aki megvizsgálja az autót, de már létezik olyan szolgáltatás is, hogy a telefonunkra letöltünk egy applikációt, felhívjuk a vonatkozó szakembert, aki ilyen videótelefonos konferencia jelleggel körbevezet minket az autón, és rögzíti az autón a hibákat. Nagyon fontos, hogy a javítást a szemléig nem szabad elkezdeni. Ha megvan a szemle, a biztosító tesz egy gyors készpénzes ajánlatot, de nem biztos, hogy ezt érdemes azonnal elfogadni, mert ez jó eséllyel kevesebb pénzt fog jelenteni, mint amennyit a tényleges kárrendezéshez szükségünk lesz majd. Ilyenkor folyamodhatunk pótszemléhez, egy jégkárjavítással foglalkozó profi szakember segítségével, aki elviszi az autót egy olyan helyre, ahol be tudják világítani megfelelően az autót, ugyanis az a probléma, hogy igen, látjuk a horpadásokat, viszont az autón esett sérüléseknek szabad szemmel nappali fényviszonyok között legfeljebb csak a 30%-át vesszük észre. Ellenben egy ilyen rácsálós bevilágítással a legkisebb egyenetlenség is garantáltan ki fog bukni, és ilyenkor például Audatex segítségével készül egy árajánlat, és hogyha ezt elfogadhatjuk a biztosítóval, akkor kezdődhet a javítás. És hogy mennyibe kerül a javítás, arra még csak nagyságrendi árat sem lehet mondani, mert annyi tényező befolyásolja. Milyen alapanyagú a karosszéria, milyen eljárással lehet megjavítani, szükség van-e elemcserére, fényezésre, tényleg minden esetben egyedi árképzésről beszélünk, majd nyilván ezzel foglalkozni fogunk egy külön anyaggal, mert nagyon érdekes, hogy hogyan tudják fényezés nélkül javítani ezeket az elemeket, mert bizony már erre is van lehetőség, hogy fényezés nélkül javítsák a sérült karosszéri elemeket. A biztosító ajánlatát amúgy még két dolog mindenképpen befolyásolja, az egyik az avultatás, a másik pedig az önrész levonása. Most az avultatást egy példán keresztül a legegyszerűbb szemléltetni, például egy betört szélvédőre nem fizetnek teljes árat, hiszen számításba veszik, hogy az már a betörése előtt is öreg volt, vagyis csökkent az értéke az eredetihez képest. Avulás miatt akár 40%-ot is visszatartott a biztosító, sokszor amúgy indokolatlanul. A fényezés nélküli javítás például azért érdekes, mert ilyenkor speciális szerszámokkal és eljárásokkal kihúzzák, kinyomják a horpadást attól függően, hogy mennyire hozzáférhető. Megfelelő szakértelem lesz hatékony, de vannak olyan elemek, meg olyan sérülések, ahol ez nem alkalmazható, mert egész egyszerűen látszani fog, ilyenkor szükség lehet kitöltésre, fényezésre, extrém esetben akár elemcserére is. Azt is érdemes amúgy figyelembe venni, hogy egy modern autónak a bevert szélvédője szenzorokkal, head-up displayekkel, kamerákkal, fűtőszálakkal, meg még egy kismillió apró segédberendezéssel akár 800 ezerre 1 milliós tétel is lehet, és akkor még nem beszéltünk a modern fényszórókról, a mindenféle ledes vetítős egységekről, amik aztán végképp elképesztően sokba tudnak kerülni. Most a jégkárral alapvetően az a helyzet, hogy egy rendkívül kellemetlen kár az ember önhibáján kívül történik, nagyon nehéz ellene védekezni,
de mégis meg tudunk tenni ilyen apró óvintézkedéseket, amik valamennyire enyhíteni tudják a kárunkat. Most legyen ez akár pénzügyi, mint a biztosítás, akár fizikai, mint egy jó takaróponyba, vagy egy jó mélygarázsbérlet. Akárhogy is, most ennek szezonja van, figyeljetek oda, és akkor hát, ha egy kicsit kevésbé fog fájni, vagy akár megelőzhető a probléma.